Szoszi. Na, mi van? Mi a Bohócok a láthatáron csoport vagyunk, és február óta már közhasznú egyesületként működünk. Ez a csoport 2010. januárjában jött létre, ezért van ez a csoport, és az a missziónk, az a küldetésünk, hogy hátrányos helyzetű területeken játszunk. Itt a csodálatosan szép és gyönyörűséges Cirkusz Piperke! Piperke! Én pedig az egyetlen és utánozhatatlan és megismételhetetlen és kihagyhatatlan és elfelejthetetlen. Te lettek csak öt! És most keresünk új embereket, akik elhivatottak egy ilyen jellegű munkára, nem bánják azt, hogy bepréselődnek egy autóba heti egyszer, utaznak 250 kilométert, játszanak egy-két, esetleg három előadást, majd vissza, utaznak 250 kilométert, és ezt szívesen teszik. Amerikában dolgoztam először a Clowns Without Borders-el, ez a Bohócok határok nélkül, ez is egy humanitárius bohóc szervezet, és önkéntes alapon cirkusz, bohóc, színházművészek járják a világnak a katasztrófa övezeteit, egy hétre, két hétre elmennek egy helyre, és ott előadást tartanak, meg foglalkozásokat a gyerekeknek. Amikor kint voltam, akkor voltak ezek a szörnyűséges cigánygyilkosságok, ami engem nagyon felkavart, és nagyon erősen azt éreztem, hogy valamit szeretnék tenni azokkal az eszközökkel, amikhez én értek, ezért a közösségért, a romákért ma Magyarországon. De szeretnénk még egy előadást létrehozni, és ezért keresünk új embereket, és ennek a legjobb formája, tehát nem lehet castingolni, hogy mondj egy Kosztolányi verset, és megmondom, milyen bohóc leszel, meg ezt tanulni kell, ezt a műfajt, szóval nagyon sok embernek nyilván mindenki más szinten van, de ezért egy ilyen háromnapos workshopot szerveztünk, és amiben most majd bele kukkanthatok, az egy bűvész óra lesz, mert bűvészetet is használunk, ilyen trükkök vannak, varázstrükkök az előadásban, de volt bohóc technika óránk, Méhes Csabával, vizuális komédia óránk. Én is tartok majd holnap egy bohóc technika órát, és volt konta zsonglőr, Turai Bálinttal, és kontakt, illetve akró partner akrobatika, mert nagyon mozgásosak az előadásaink. És nagyon szeretnénk, hogyha jönnének olyan fiatalok, kevésbé fiatalok, tapasztaltak bárki a szakmából, vagy ennek a vonzás körzetéből, aki roma. Mert ez egy, mi egy olyan csapat vagyunk, ahol ez egy plusz hozzáadott érték, hiszen a gyerekek imádják a Tomit, minket is imádnak, és nem számít, azt számít, hogy hogy tudsz gyerekekkel bánni. Nyilván itt sem számít végső soron, de nagyon jó érzés, mert ja, ez egy roma gyerek, és mégis kedves, és most nem azt mondom, hogy a többi roma gyerek nem kedves, de hogy egy pozitív kép, tehát hogy erős is, de kedves is, és ott szerepel, és utána haverkodik velünk. Tehát, hogy ez nagyon jó, szerintünk. Úgyhogy, gyertek!